Lángoló busz az M0-as autóúton. Ezt a felvételt az Indexnek küldte be egy arra járó autós. Már messziről látszik a füst, ahogy közelebb ér az is, hogy az egész busz lángol. A tűzoltók próbálják megfékezni a lángokat. Úristen, megcsapott a hő! A busz 28 munkást szállított, mindenki le tudott szállni időben, ezért senki sem sérült meg. Megolvadt fülhallgató, elégett újságok, táskák. Ezek a felvételek már az M1-es autópályán készültek tegnap este Tatabányánál. Itt szintén egy busz gyulladt ki a motortér kapott lángra. A sofőr még időben észrevette, ezért a leállósába kormányozta a buszt. Bolgár munkások Németországba tartottak, amikor észrevették a füstöt. A busz hátsó része égett ki. Itt sem sérült meg senki. A tatabányai hivatásos tűzoltók időben a helyszínre érkeztek, és megfékezték a lángokat. Az utasok elszállásolásáról nem kell gondoskodni, mert egyéb bolgár buszok viszik őket tovább Németországba. A műszaki mentés idején este 9-től hajnali 2-ig Tatabányánál lezárták a felhajtót, nem lehetett felmenni a pályára. Az utasokat pedig mentesítőjárattal vitték tovább. Azt, hogy miért gyulladhatott ki a busz, még vizsgálják.